Magyarország nemzetpolitikai államtitkársága összesen 525 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a külhoni fiatal magyar vállalkozóknak. A pályázatokat Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár hirdette meg budapesti sajtótájékoztatóján. Ennek a célja az, hogy a szomszédos országokban élő, illetve működő fiatal magyar vállalkozók vállalkozások fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, termelési feladatok biztosításához próbálunk anyagi támogatást biztosítani. Mezőgazdasági tevékenységre 3-tól 4,5 millió forint értékig lehet pályázni, a nem mezőgazdasági vállalkozók pedig 3 és 6 millió forint közötti összeget kaphatnak. Ha sikeres a pályázat, akkor a vállalkozónak egy összegben folyósítják a kért összeg 100%-át. Úgy látják, mintegy 110-130 sikeres pályázó lehet majd. Azok pályázhatnak, akik gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személyek, illetve természetes személyek, akik gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végeznek. Továbbá azok jogosultak a pályázatra, akik 1976. január 1-én vagy ezután születtek és magyar állampolgárok. A pályázat benyújtási határideje 2016. július 15-e 12 óra, a megvalósítás határideje pedig 2017. január 28-a. A nemzetpolitikáért felelős államtitkára a szakképzés évéhez kapcsolódó pályázatról is szólt. Átjárhatósági ösztöndíjról van szó. Idei évben 49 csoportot tudunk Magyarországból vendégül látni. Ez azt jelenti, hogy 245 diák, illetve tanár tud jönni Magyarországra, és a szakképzésben résztvevő fiatalok az egy hónapos nyári gyakorlatukat itt tudják végezni, vagy eltölteni magyarországi intézményekbe, szakképző intézményekbe. A pályázatokról a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján lehet tájékozódni.